Bár még mindig a fizikai felkészülésen van a hangsúly, a labda is egyre nagyobb szerepet kap a Marsúj Nyíregyháza edzésein. A felkészülés második hetét záró kosarasok játékos kerete a kezdéshez képest még tovább fiatalodott, mivel az egyaránt 16 esztendős Mokánszky Máté és Sitku Márton is csatlakozott az NB1-ben rajtjára készülő csapathoz. Így többségében vannak azok a játékosok, akik számára mind a felnőttek közötti edzés, mind a helyszín újdonságnak számít. Én remélem, hogy motiválja őket. A környezet az, azt hiszem, hogy szenzációs, és nem az országban jelentene csak egy magas színvonalat, hanem szerintem Európában is magas színvonalú csarnoknak mondható ugye a környezetünk. De szeretnénk még ezen javítani. Szeretnénk, hogyha a kondicionális edzéseket is tudnánk majd itt tartani a csarnokban. Ehhez a felszereléseket még meg kell vásárolni. Dolgozunk azon, hogy ez is meglegyen, és még jobb körülmények legyenek. A srácoknál pedig, visszatérve a fiatalokra, igazából évek óta az lenne a cél, hogy azok, akik nyíregyházi utánpótlásban kosárlabdáznak és itt fejlődnek, valamikor láthassák azt a lehetőséget, hogy bekerülnek a felnőtt csapatba. Ez, amíg A-csoportos volt, próbáltuk már akkor is megoldani, de akkor természetesen nehezebb. Hát, ha most acélosabb, hát, ha most egy picit jobban be tudnak illeszkedni, és egy idő után elindulhat ez a folyamat, hogy a felnőtt csapat ott valóban a sajátjának érzi az utánpótlás csapat is. A csapatkapitány Nagy Krisztián számára is szokatlan, hogy a keret zömét nála több mint 10 évvel fiatalabb játékosok alkotják. Ez most egy új szituáció nekem is, hogy a B-osztályban nincs egy légiós játszat, mi még sajnos nem találtuk meg, de úgy hallottam, hogy a vezetőség rajta van, hogy érkezzen légiós játékos is. Igen, abszolút korelnökként nekem ugye példát kell mutatni, és nekem kell diktálni azt a tempót és azt a ritmust, amit ugye a fiatalok követhetnek. Úgy gondolom, hogy egyelőre megtesszük, amit tőlünk telik. Jól megy a munka, úgyhogy remélem, hogy eredménye is lesz. A héten elkészült a szövetségben az NB1-B csoportbeosztása és sorsolása. A keleti csoportban a nyíregyháziak mellett a Debrecen, az Eger, a Tiszaújváros, a Nagykőrös, a Budapesti Honvéd, az Óbudai Kaszások, a Miskolc, a Hódmezővásárhely, a Salgótarján, a MAFSZ második csapata és a Békési SSK szerepel. A két cápák szeptember 17-én hazai környezetben a békésiek ellen kezdik a bajnokságot. Addig a tervek szerint 10-11 edzőmeccsen lépnek pályára Nagy Krisztiánék.